Úristen, 2022 van. És én egyre öregebb és egyre szebb leszek. Üdvözlök mindenkit, itt Alexa O. András. Hát visszatértem erről a hatalmas nagy szünetről, legalábbis már videóval is, nem csak streamekkel, mert streamekkel már visszatértem. Idén már streameltem 2 darabot. Hát ki kellett pihenni ezt a múlt évet, a sok változást, a sok változást. Hát de itt vagyok, hogy csináljam nektek embereknek a videókat, meg nem embereknek is, akik ugye a lányok. Na, szóval nagyon fantasztikus videóval készültem nektek a mai nap folyamán. Van egy ilyen kis titkos guilty pleasure-öm, nem tudom, hogy mennyire lehet észrevenni, vagy bármi ilyesmi, de igazából nincs összefüggésben a kettő. Én nagyon szeretek főzni. Bizonyám, nagyon szeretek főzni, imádok finom hamburgert csinálni magamnak. Fantasztikus, nem tudom, vajas, mézes kenyeret, na az a egyik specialitásom. Nagyon szeretek főzni, szóval a mai videónk egyébként ilyen főzős tím lesz, de nehogy azt higgyétek, hogy jó dolgokat fog nektek bemutatni, mert szerintem azok a dolgok, amiket ma bemutatok nektek, faszom, Henry Kettner vagyok már, bazd meg. Sziasztok, srácok! Na, igen, most itt Tiro podcastban így toljuk a dolgokat, én így szoktam. Szóval a mai kis vidiben olyan fasza főzős dolgokat fogok nektek bemutatni, hogy nem az, hogy megjön az étvágyatok, hanem konkrétan, hogyha volt, az el is fog menni a picsába. Ez eddig a premész, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, az első csatorna, amit szeretnék nektek megmutatni, ezek mind külföldi csatornák, de olyan hatalmas nagy angol tudás nem kell hozzá. Hogyha meg engem nézel, és még ebből a sok angol kifejezésből, amit én használok, és én meg is kapom érte a magamét, nem tanultál már meg te is angolul, hát akkor szégyeld magad, annyit kell, hogy mondjak. Szóval ezek külföldiai csatornák. Az elsőnél meg szeretném nektek mutatni, hogy kell megcsinálni a tökéletes pulled pork szendvicset. Erről a csávóról tudni kell, ez a Cooking with Jack Show, aki már 1000 éve tolja ezt a szart, és a csávó szerintem konkrétan nem tud főzni. Cooking with Jacknek egyébként az egyik specialitása az, hogy hát egyrészt nem tud főzni, de van már saját ilyen barbecue sauce brandje. És azt kell még róla tudni, hogy nagyon szeret egyébként nyers ennivalókat főzni, mint ahogy például itt is látszik. Itt van ez a csodálatos csirkecomb, amiben beleszúrja a villát, és már látszik egyébként, hogy bugyog ki gyakorlatilag még a vér. Tehát teljesen nyers a csirke. Nézd csak, milyen juicy. Pontosan, fantasztikusan néz ki, mint hogyha egy véres tampont oda basztak volna gyakorlatilag. Hát az fantasztikus. That's a lot of juice. Lot of juice. Aha. Big juiciness. A főzés az én fejemben egyébként nem úgy néz ki, hogy bemész a boltba, veszel egy húst, egy filét, vagy egy darált húst, és akkor arra rászorod a kész fűszerkeveréket, és ami megvan, hanem minden egyes hozzávalót magadnak csinálsz meg, mert úgy egyébként sokkal jobb lesz. Úgy is lehet csinálni, hogy megveszed ezeket a dolgokat, és összeönted egy lávasba, de azok gyakorlatilag olyanok, mintha már kész ételt vennél, mert nem nehéz ezeket megcsinálni. Sőt, a tasakokra általában rá is van írva egyébként, hogy hogy kell megcsinálni. Nincs ezzel problémám. Tehát, hogy én is szoktam ilyet csinálni, mikor kevesebb az időm, vagy stb. Viszont nem veszem videóra, és nem rakom fel az internetre ezt. Mint például tudok egy tök jó példát mondani erre. A Markó Rebekának a baconbe tekert csirkemell, ezt már egyszer néztem streambe, de ez is amúgy egy zseniális videó konkrétan, mivel itt van egy kis csirkemell, itt van, hát nem bacon, de bacon van a címben, de hanem fekete erdei sonka, és akkor beletekeri a hatalmas nagy dücskő csirke mellett, a ekkora geci nagy csirke mellett, érted, bazd meg? De megmutatom. Mindenkinek elérkeztünk egy következő főzős videóhoz, ahogy látják. Be is fogom őket borshozni. Só bors, a hatalmas nagy csirke mellre. És a mai napon is a Vegeta Natur aranybarna sült csirke fűszerkeveréket fogom használni. Aranybarna sült csirke mell fűszerkeverék. That's pretty fantasztikus, ez zsenikális, érted? Na, ezt én például nem igazán tartom főzésnek, ezt a izét. És nyilván itt is, hát igen, egy kis Vegeta szponzoráció itt is itt van, nincs ezzel semmi baj, legyen nyugodtan, de számomra ez annyira infuriating volt a streamben, most így elkezdek kicsit ilyen mini rendelni, hogy Markó Rebekának még azért is fizetni kell, hogy beálljon a konyhába.
Whatever, menjünk tovább. Na, ezt én nem tartom igazán főzésnek. Betekerem baconbe és berakom a sütőbe. That's pretty gay, I think. De, hogyha akarunk valami igazán fasz a főzést látni, akkor itt van a Cooking with Jack Show-nál, amikor a hatalmas nagy ilyen, nem is tudom, New Wave Oven, nem is tudom, hogy mi ez ilyen pressure cooker, vagy én nem is tudom, ilyen hatalmas nagy ilyen főzőgép gyakorlatilag, amiben így belerak valamit, és akkor ennyi történik, bele kell önteni a szarjaidat. Na figyelj, megmutatom nektek ezt. We're going to be able to use this to get exactly what we want out of that. So let's get ready. Majd fogjátok látni egyébként azoknál a videóknál, amiket mutatok benne, hogy olyan hatalmas nagy ilyen pazarlási szál van itt ebbe a dologba, hogy ilyen mega hatalmas nagy portioneket csinálnak meg, ilyen undorító ennivalónak, mint például ez is, bazzeg. Tehát, hogy csak nézzétek meg, nem is tudok rájönni egyáltalán egyébként, hogy a disznónak ez melyik része, de valószínűleg az egész disznó, bazzeg, ott van azon a kis tálcán, hát mindjárt, bazzeg, lemászik róla, kimászik a izé, az visszamegy, bazzeg, a disznó abba aludni, bazzki. Hát mekkora hatalmas nagy faszom hús van ott, bazzeg, előtte, érted? Van akkora, mint az egész kurva ember. Mindegy lenne egyébként, hogyha ő ugrana bele abba az izébe, a New Wave Oven Pro Plus-ba, bazzeg. I'm going to season this part first, so let's do that right now. Én bazzeg, mint valami jégkorcsolya pályán lenne ez a hatalmas nagy faszom hús. Ó, jó, ha? Get this all rubbed in, but I'll show you what it looks like. Kis inkubátorban, bazzeg, ott a Frankenstein szörmány készül leigázni, bazzeg, a világot. Come on. Na? De szépen néz ki. Azt a mindenit. Kind of got to wing it, so I'm gonna... Na nézzük meg egyébként. Tehát alapból ez a juice, ami itt van, ez nem úgy néz ki, mint a rendes zsír. Ez pontosan úgy néz ki, mint a húsnak a leve, ami még ugye a undorító ilyen vérszar. Tehát... I got a big piece here I'm just gonna cut right into. Istenem! Geci, még rózsaszín volt a disznóhús. Annak nem szabad, hogy rózsaszínnek... Most jönnek a rozsamák lak. I don't want to cut it all, because I'm going to use those forks. I want to see how those forks work. Úristenem. This is what they look like. Úristenem, bro. Oh, bazd meg. It's almost like it's smoked. I don't know how to use these. Nem az a van a baj, hogy nem tudod, hogy kell ezeket használni, hanem az konkrétan még nyers. I mean, kind of like forks or what? Oh! Úristen! Well, here, let's try this. Ez. Oh. These are okay. These aren't bad. I'd rather use a fork. Ezek, mint hogyha valami kibaszott golflabdát próbált volna elvágni azokkal a szarokkal. Anyway, I just want to kind of go over how it was made, because... Hát látod, ez ilyen nagyon max külseje, de hát érted, a pulled porknak ez a lényeg, hogy ilyen nagyon szálakra bomlik az egész. Ez... Jézusom, mindjárt ide... A good pulled pork sandwich. It just goes together really well. Na, you gotta hát try ez it. Nagyon appetizing. Ez nagyon-nagyon étvágygerjesztő, emberek. Nincs is jobb, mint a nyers disznóhús, a barbecue sauce, meg a hideg coleslaw saláta, egy nem megpirított bánon. Na, ez zseni. This was so tender. It was so amazing. It tasted meg egy great. Hatalmas, de geci ilyen vibrátort még időbe az. Szóval szerintem nagyjából már értetek egyébként, hogy hova akarok kiukadni ezzel a dologgal. Én nagyon szeretem egyébként nézni a Hell's Kitchen-t, meg ezeket a szar Gordon Ramsay-s műsorokat. Igazából kibaszott hatásvadász az egész, de szórakozható, meg kell, hogy mondjam. Gordon Ramsay szokott rossz TikTok videókra reagálni egyébként. I'm making a low-carb sandwich with orange low bell pepper sandwich. And cream cheese. Is that a pepper? Spinach. No, cream cheese? Really? Everything bagel seasoning. No, come on. And some turkey. No. And close it up. Like that is not a sandwich. Like that? For spike? No, that is not a low-carb sandwich. Young lady, that there... Ez an idiot sandwich. Right there. Meg tudok érteni ezzel. Szóval sok ilyen fasz videóban, és szeretném megmutatni nektek a kedvenc csatornámat. Ide jött ez az egész build-up. Aminek a neve az nem más, mint a Chef Club. Na, ők TikTokra töltenek fel elsősorban, de összefűzve feltöltik ezt YouTube-ra is nagyon nagy szerencsénkre. Ami hatalmas nagy pazarlás, meg ami hatalmas nagy
hülye buzi fasságok, amiket így csinálnak emberek. A csatornára leginkább jellemző ez a szemfényvesztés, aki ismeri például a Five Minutes Craftet. Na, ez ugyanaz egyébként csak a főzésben. Idióta hülyeségek vannak, hatalmas nagy mennyiségű ennivalókat szoktak csinálni általában, hogy minél inkább ilyen túlzónak, ilyen over the topnak, ilyen a célokon túl lövésnek tűnjön ez az egész dolog, illetve ami nem hiányozott szinte egyik receptből sem, az a bacon, ugye, mert baconnel minden jobb, illetve a sajt. Fognak az utcán egy kibaszott macskát, még azt is beleforgatják sajtba, és feltöltik az internetre. Szóval, lo and behold, Chef Club. Igen. Tehát eddig megsütöttük a bacont olajba. De látjátok, hogy ilyen hülyeség van ezeknek, csinál van ezek egy alufólia töltsért, amire rátekeri a bacont, aztán megsüti olajba, bazd meg. Micsoda vágás. What? Tessék, itt innen sem hiányozhat a sajt. Na és azt nem mondjátok egyébként, hogy ez valaki számára ez jónak hangzik. Békönbe tekert darált hús, berakva a sütőbe, sajtala közepén. Miért csinálna valaki ilyet? Békönbe tekert darált hús, sajtala közepén a sütőben. Miért teszel ilyet magaddal? De még ez mondjuk azt, hogy még ez nem is volt annyira rossz. De hát akkor mutatok én nektek rosszat, jó? Ezek a hálaadási pulyka főzések. Na ez, én kikészültem itt, brazd meg. Lerakjuk a gyereket oda aludni, kibontjuk a sok Guinness-t, elpazaroljuk. Mindenféleképpen így kell csinálni, mert ez ilyen 5 minutes craftes. Szóval igazából csinál egy kis fürdőt ennek a dolognak. Belerakja a kádba, hadd pihenjen egy picit. Nem is ez a lényeg itt amúgy, hanem az, hogy a receptnek egy nagyon fontos része az tulajdonképpen, hogy fogja egy lámpát, amit szétszerelsz, aztán egy Guinness-es doboznak vágd le a tetejét, rakd rá a lámpára. Ja, várjál, bocsánat, azt még ollóval el kell vágni, elnézést, ígyni. Igen, azt még úgy bele kell önteni. Ragd oda. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem maradhat el, ezt úgy kell megsütni, emberek, ha rá kell ültetni a lámpára. Na ez étvágygerjesztő. És egyszer csak mikor berakod a sütőbe és ráült a lámpára, hatalmas nagy epic music, megsül a sütőben, és itt van, törökülésben itt nyomatja a pulyka neked. Miközben nem tudom, bazzik, valamilyen fémmérgezést kapsz a lámpából, sütéskor kiáramló bazd meg izékből, anyagokból, meg a festékből, ami egyébként rajta van. Szóval nagyon praktikus, jól is néz ki. Tehát nem úgy néz ki egyébként, mintha a pulykát odaültették volna, az maga alá fosott volna, bazd meg. Abszolút nem úgy néz ki, nagyon appetizing, nagyon zseniális. Vannak itt egyébként még fasza receptek, nagyon fantasztikus receptek, mint például ez is, amikor fogsz egy jégkrémet, és akkor megolvasztod a jégkrémet, csak azért, hogy egy Coca-Colát kiöntsél, aztán egy felmelegített csavarhúzóval lyukakat csinálj rá, csak azért, hogy szívószálakat elvághass, és beledugosgathass. Ez ilyen praktikus. Jó dolog, amúgy. Fontos, hogy egy poharat megfordíts és rátegyél, és felfelle állítsd ezeket a szívószálakat. Majd a tojást törd fel, és ragd el későbbre a tojásnak a héját, mert fontos szerepet fog játszani. Csinálj egy ilyen csokis szart. Na nézzétek, és akkor a jégkrémet, ezt bele kell önteni ebbe a kólás flakonba, és ezt mind azért kell beleönteni, emberek, ezt a felolvasztott jégkrémet, bazd meg, hogy a kis piskóta, amit csináltunk. Na, és tessék, megérkezett a tojáshéj. Ugyanúgy az undorító tojáshéjba kell visszatölteni.
a megolvasztott jégkrémet. A megolvasztott jégkrémet, bazd meg. Amibe a kis piskótát lehet tunkolni. That's pretty. Ez aztán a finom ennivaló, emberek, nem? Wow! Ha azt hiszed egyébként, hogy még ettől már nincsen lejjebb, akkor tessék, itt van ez a következő, bazd meg. Jó, igen, össze kell törni a chipset. Tessék, emberek! Csak bele kell önteni így ezt. Csak bele kell önteni. Ilyen egyszerű. És utána, hogyha ez megvan, akkor csak mehet bele a forró vízbe, és akkor megfőzzük. Ott van. Ott van. Zseni. Itt még ilyeneket is csinálunk egyébként, mint házat építünk, bazd meg virsliből, meg ilyenek. Tehát, hogy minden fasz a guszosos dolgot lehet itt csinálni. Úristen, nem merek, bazd. Tudjátok mit? Annyit pofázok erről. Arra gondoltam, hogy megcsinálok egy receptet, bazd meg. Megcsinálom az egyiket. És én ezt a krumplis fasságot, ezt a chipses fasságot fogom bazd megcsinálni, és kipróbáljuk, hogy milyen fantasztikus íze van. Szóval, gyertek velem! Szóval, mivel ez egy főzés, ezért arra gondoltam, hogy menjünk és vásároljunk be hozzá amúgy. Vegyük meg a dolgot most, mi. Pattanjunk be az autóba, és vegyük meg a dolgokat. Indulás! Hú-hú! Igazából rájöttem arra, hogy már voltam amúgy bevásárolni, csak gondoltam, ez így jobb lesz. Akkor menjünk, és főzzünk egy jót amúgy, hey! Na, itt vagyunk a nagy konyha dologban, képzeljétek el. Nem tudom, hogy mennyire fog belehaladszani a családom, de ha belehaladszik, akkor megyek és rendet teszek köztük a öklömmel, fizikai erőszakot alkalmazva. Szóval csináljuk meg ezt a fantasztikus ennivalót, amihez nagyon-nagyon sok hozzávalót már elő is készítettem, és már mutatom is nektek nagyon frappáns módon. Igen. Bro, ez itt a shot. Ilyen shotba fogjuk felvenni. Mi kell nekünk ebbe a szarba? Először is kockázott csirkemell, nagyon incsiklandozó szalámi felkockázva, nem chorizo, de ez van. Van nekünk reszel sajtunk, nem mutatom nektek így. Ezt debetekerném békönbe, bazd meg, azt a mindenit. Így, hoppá, így, meg, ami nem hiányozhat, a legfőbb dolog, két chio chips, mert lészt nem találtam, meg tojás. Ezekből kell csinálni a dolgokat. Szerintem ez egy buta dolog. Buta. Ne próbáljátok ki otthon. Kérlek. Na, kibontjuk a chipsit. Csinálunk neki ilyen kis alját. Ja nem, várjál, előbb össze kell törködni. Én arra gondoltam, hogy így. Így. Ah. Szóval ez a fontos, hogy ilyen kis alja legyen. Nagyon egyszerű, látjátok? Következő, hagymás tejfeles. Hogy egy kicsit is feldobjam ezt a dolgot, arra gondoltam, hogy használok valami eszközt. Úgy tudjátok, a legkönnyebben egyébként összetörni a chipset, hogy nem a kezeteket használjátok, hanem megfogjátok azt a lábast egyébként, amit meg fogjátok főzni, és azzal így. Így. Így nagyon egyszerű tulajdonképpen. Ezt még Kambodzsába tanultam, és akkor ilyen fantasztikus lett. Jó. Na, hát akkor az egyikbe belerakjuk
a csémellet, a másikba a szamálit. Hú, rakunk bele cheese-t, másikba is csesze. Szia, Bannik, a csinálom a reggelit, ja? Bocs, te tojást nem ehetsz. Olyan a igazi cips. Igen, de most ezeket el fogom rontani. Ez volt a nagy intermezzo. Na, de nem is probléma, mert az emberek legalább elhiszik, hogy van családom. Én tudom azt, hogy abban a videóban úgy mutatták, hogy fel kell verni a tojást. De á-á, Bandinál nem verjük fel a tojást. 6 tojást először megmosok. Tojlikat ide le. Így né. Fantasztikus. Szóval mi nem szaragodunk a tojás felveréssel, érted? Mert ez itt a Chef Club. Mi nem így csináljuk a dolgokat, hanem mi azt csináljuk. Megfogjuk, beleütjük ebbe. Itt. Figyeld. És amúgy nem nehéz, tök könnyű, látod? Így. Így az igazi. Ebbe beleütjük. Ha belemegy egy kicsi héja, az nem baj, mert abban van egyébként a... Abban van egyébként a vitamin. Közben meg boilingolunk ótert. Szóval, itt nem verjük fel a tojást, emberek, hanem megfogjuk, és így. Ez nem jött össze. Ups. Ez még így is jó ez. A tojásnak van egy jó tulajdonsága, hogy olyan, mint a geci. Miután valamennyi tojást megmentettünk, és a maradék tojást beleütjük ebbe a tálba, utána jól megverjük a tojást. Felénk így mondják, hogy megverjük. Így, figyeld. Na, ez lesz szám a jó kis tojásos krumplis. Ídni, megvered. Jó, kész. Na, csak várjunk, hogy boilingoljon a vóterünk. Annyi maradt hátra, hogy a tojást beleöntöm a krumpliba, aztán megfőzöm. Erről is mindjárt fogjuk látni, hogy mi fog történni. Na, már mindjárt boilingol, szóval figyeld. Chips, chisp. Beleönted ezt a szart. Valahogy. Jesus fucking Christ. Nem lesz elég a tojás, baszmi. Nem hiszem el. Húha, már boilingol a water. Na és akkor összekutyumutyizzuk. Tojásos undi krumpli, én ezt úgy hívom. Felsorakoztak a tojásos undi krumplik. És akkor ott tartunk, hogy ezek a szarok, ezek az undik, így belemennek ebbe. Úgy né. Nem nagyon akar megmaradni. És akkor, miután kifőd belőle az összes műanyag az acskóval, utána szerintem már el is fog készülni ez a fantasztikus ennivaló. És várni fogunk 15 percet. Készül a reggeli. Hallod? Ilyen finomat még soha nem ettél. Szerintem igen. Én most jöhet a felgyorsítás, a royalty free fade-re. Ez igazából itt, hogy már a Big Reveal-nél bazdmeg, de mert már csak egy-két perc kell neki maximum. Abszolút nincsen jó illata, belenéztem többször is, nem néz ki valami jól. Tehát sikerülni fog, de én ezt nem tudom értelmezni. És chips tojással, bazdmeg. Miért? Na mindegy, most már kiveszem, és megkóstoljuk, ha már ennyit szenvedtünk ezzel, meg elpazaroltunk rengeteg tojást. Szóval nézzük meg, hogy mi van ebben a dologban. Uha! Na szóval, mint látjátok, ott van a chips, és ott van a tányér. Hát, bram. Biztos vagy benne rohadt meleg. Ujj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 
most kiveszek egy másik tányért, ebbe eltolom már a kamerába. Nézzük, hogy mi lesz ebből a fantasztikus dologból. Itt van a egyik, ez volt a szalámis. Érdekes módon úgy néz ki, mint ami kész van. Itt a big reveal. Szalámis. Most nézzük meg a csirkéset. Na, ez még szexibben néz ki. Hát így néznek ki. Így. Így néznek ki. Ilyenek lettek. Itt van nektek a csomagolt tojásos rák. Na de most szerintem mindenféleképpen meg kell kóstolni ezt a szart. A létező feleségemmel fogjuk megkóstolni ezt a dolgot. Ez már kisfiam is szerintem itt lesz. Úristen, tényleg folyik, bazd meg. Mondtam. Olyan undi. Én nem akarom ezt csinálni, készen. Várjál, melyiket szeretnéd? Ez csirkés, ez csirkés? Az nem folyik, ami nem. Nem, biztos? Várjál, tudom, hogy is. Nagyon fantasztikus lett szerintem. So appetizing, nem? Na tessék akkor. Mi az, nem jó?
Kiszáradt, rántott a íze van. Tényleg? Jó. Ez rohadt rossz. Nagyon rossz. Ez szörnyű. Fűszerezetlen, kiszáradt. Fűrészporos rántotta. Ez tényleg olyan, mint a fűrészpor tenné gyakorlatilag. Ez szörnyű, mert megkóstolom a folyósat. Ez nagyon appetizing itt. Van, aki szereti az ilyet, nem? Az ilyen... Hát ez lehet nyers, nem? Ez ehetetlenül rossz. Ennek semmi értelme nincs a világon. Ez szörnyű. Gondolj a finomsággal, hogy műanyag zacskóból bele szívódott. Hát itt konkrétan bazdmeg mi az? Tojásos rákot eszünk, bazdmeg. Te nem inkább hasonlít bazdmeg egy mosogató szivacsra, mint bármi más. Ez lehet, hogy az arra a funkciójára még jobb is. Azok, hogy a mosogató szivacsunk szebb. Ja, igaz. Ez szörnyű. Ez semmi értelme nincsen. Mutasd meg. De így kell volna, hogy ezt kinyitod és megmutatod. Jaj, tényleg tudod, hogy ilyen, nézed, milyen juicy a belseje. De érted, megfőzöd a chipset. Érted? Megfőzöd a chipset. Amelyik az a lényeg, hogy ropogós, nem? Ez mi értelme van? Rendben van, Bannika, ügyes vagy. Na hát ez a kóstolás rész az ennyi volt. Hát nem, szerintem. Valószínűleg. Semmi értelme nincs ennek, ez egy szar. Hogyha szeretnétek viszont, hogy a családom nélkül, mert én őket most szerintem el fogom adni valahova, csináljuk meg ilyet, amikor reprodukálok egy ilyen receptet, akkor nagyon szívesen csinálom. Szörnyű, ezt ne próbáljátok ki. Találkozunk a következő vidiben, addig is iratkozzatok fel Bandikának a csatornájára, ahol tönkreteszi minden nap a lakást, és ezt szokta streamelni egész nap. Sziasztok! Ennyi volt ez a videó, tudom még ez a close-up, fantasztikus.